Sziasztok, Kola vagyok, és az Ásport Egyet nézitek. Úgy alakult-e minden, ahogy vártátok, ahogy szerettétek volna? Hello, üdvözlök mindenkit. Az igazság, hogy ettől kicsit, tehát talán azt mondanám, hogy az volt a papírforma, de attól függetlenül ettől mindenki többre számított a csapatból. Reménykedtünk, hogy ha másnál legalább a csoportból ki tudunk jutni. Sajnos ugye ez nem sikerült, de legalább a félzelen egy szoros meccset tudtunk játszani. A közönség nagyon szurkoltám nektek, szerintem ez elért hozzátok, ez a szeretet. Boostolt téged? Vagy mennyire boostolt? Mennyire dobta meg a teljesítményeteket? Hát eleinte, amikor még csak a színpadra mentünk föl konfigolni, meg ugye bevarnapolni, akkor elég izgultam már, és akkor kicsit zavart, hogy tömeg meg, hogy kiabálnak nekünk meg ilyesmi, és nyilván, hogy támogatni akartak volna, de mégis ez ugye zavart. De később, amikor elkezdődött a meccs, akkor viszont nagyon jó volt tényleg az, hogy bárki ölt a csapatunkból, vagy bármi ilyesmi volt, akkor azonnal mindenki felkiáltott, tapsoltak, meg azzal a nem tudom, hogy ütögettek. Szóval tényleg nagyon jó volt egyébként, nagyon jó élmény volt így egy ilyen közönség előtt játszani. Hogyan értékeled a teljesítményedet a verseny során? Hát akkor azt mind a három meccset külön mondanám el, és ugye a hár ellen egyáltalán nem tudtam én sem játszani, de ott csapatként sem voltunk ott a szeren. Nyilván a hár egy jobb csapat, de úgy gondolom, hogy kicsit szerencsésebbek voltak azzal kapcsolatban, hogy nekik ez már a másik meccsük volt, nekünk pedig az első. Például ezzel a csapattal ez volt az első lanunk, úgy egyáltalán, zéróval és live-val sem játszottam még sosem. Nyilván egy tapasztaltabb és egy jobb csapatról van szó, de szerintem nem tudtuk magunkból kihozni a maximumot közel sem. Szóval ez nem sikerült túl jól, és eléggé oda is lett így az önbizalom meg ilyesmi. Aztán a Dark Tigers ellen már máshogy alakult, addig össze tudtuk szedni magunkat szerencsére, és az első napon Mirázson aztán 16-13-at játszottunk is szorosabban, viszont a kábel az már elég sima volt, hogy 15-2-ről jöttek vissza 15-5-ig, és utána be is fejeztük 16-5-re. Az nagyon jó motivációs boost volt, hogy így a fél meccs előtt milyen jól tudtunk teljesíteni. Aztán ugye jött a fél, ugye mind a két napon 16-10-re kaptunk ki. Ott is majdnem ki tudtuk. Hát én is azt mondanám, hogy több volt ebben. Inferno például visszabuktuk az Antiekót, nem buktunk legalább egy-egy V3-ot, szerintem inkább kettőt is. Nagyon rosszak voltak a klatcseink és az afterplantjaink is. De így tényleg azt nézve, hogy milyen csapatokkal játszottunk, és milyen tényleg tapasztalt emberek ellen, meg igazából tényleg a Fézben, Olof, nem tudom, Rain, Kerrigan, tényleg legendák ellen játszottunk, és ahhoz képest helyet tudtunk állni, szóval egész jó. Saját teljesítményemről pedig a Dark Tigers-en szerintem jól játszottam, a Féz ellen lehettem volna kicsit jobb, a HR ellen pedig rosszul játszottam. Személy szerint ez a színpadi környezet, ugye azt említetted, hogy az elején még izgultál, de közben a színpadi környezet, ezek a nagy fénysó és az egésznek ez a nemzetközi rendezvény szintű mi volt a, hogy befolyásolta a játékodat? Igazából nem befolyásolta a játékomat, vagy ha igen, akkor maximum pozitív irányban. Azért volt egy-két olyan szituáció, amikor tényleg így izgultam, meg emegettek ezen, meg ilyesmi, de nem sokszor, szóval egyébként meglepődtem, mert azt hittem, hogy keményebb lesz. Warm-up-olásnál alig tudtam eltállni a botokat, mert tényleg nem tudom, olyan ki voltam. De aztán másközben minden jól alakult, és nem tudom, igazán, de szerintem lannon jobban is tudok játszani, mint neten, nem tudom, hogy miért, de... És szóval nem, maximum pozitív irányban befolyásolta. Nikó kiemelt néhány kiváló akciót tőletek, főleg ugye pisztollyal. Erre külön készültetek, vagy ezek csak szerencsésen alakultak? A pisztolyköreink? Nem tudom, hogy a fézzel le, hogy voltunk vele, mert számítottunk arra, hogy a féz az nem fogja megnézni a demóinkat, a hár az megnézte, ebből biztos a film, mert tudták, hogy mik a gyenges pontjaink, és arra játszottak, de szerintem a féz az nem nézte meg, és ők nem tudták, szóval csak az alap pisztolyköreinket csináltuk, és be is jöttek. Ha csak egy rövid ideig is, de úgy kezeltek titeket, és olyan körülmények között éltetek, és játszottatok, mint a legnagyobb profik, milyen érzés volt, hozzá tudnál szokni? Hát igen, nagyon jó volt, és igen, hozzá lehetne szokni, szívesen járnék ilyen versenyekre minden hónapban, vagy akár hetente is. De nagyon jól érztem magamat, és nagyon szomorú voltam, meg vagyok is, hogy holnap már nem tudunk játszani, ugye vasárnap. De hát nem tudom, mit leszünk, megnézzük majd, aztán meglátjuk majd talán, egyszerűen mi is fel, feljebb tudunk lépni. Ha ki kéne emelned egy játékost a csapatból, akkor kit, a csapatodból ki lenne az? Ki teljesített a legjobban magához képest, vagy így? Csak, Igazából szerintem nem volt senki részéről túl teljesítés, mindenki megszokott szintet hozta.
talán Gabinak voltak ilyen különösen jó kóljai, egyszer-kétszer, de így azon fel egyébként nem tudom, mindenkinek voltak olyan gozdulásai, szerintem így nem tudom. Levinek, Flivnek is, Ilive-nak is, Zero-nak is, nekem is szerintem, szóval nem nagyon tudnék senkit kiemelni. Nagyon szépen köszönöm.